1 milliárd forintos beruházás bővítette üzleti szolgáltató központjait Nyíregyházán és Miskolcon a Qualcomm Zrt. Belvízmentesítés Balkányban. A nemrég kiépített csapadékvíz elvezető rendszer a város 80%-ának jelent nagyobb biztonságot villámárvíz idején. Kiváló terméshozam lehet, újra a repce és kalászos bemutatót rendeztek a gyulatanyai fajta kísérleti állomáson. Egy milliárd forintos beruházással bővítette üzleti szolgáltató központját Nyíregyházán és Miskolcon a Qualcomm Zrt., közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a cég Nyíregyházi irodájának megnyitóján. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A fejlesztéshez a kormány 300 millió forintos támogatást nyújtott, a forrásokból a cég többek között 100 új munkahelyet teremtett, valamint a dolgozók továbbképzését is végzi. A tárcavezető azt mondta, Magyarország már az üzleti szolgáltatási szektor zászlós hajójává vált Közép-Európában. Az ágazatban dolgozók száma ugyanis 5 év alatt a duplájára nőtt és átlépte a 100 000-et. Call Center a Nyíregyházi Egyetemen. A szolgáltatást végző Nyíregyházi Társaság a szektor legnagyobb hazai cégének leányvállalata. A cégcsoport az elmúlt években jelentős növekedést produkált, 2022-ben a hazai szektorban egyedüliként tőzsdére léptek, szigorúbb szabályozói környezetben működnek, több infrastruktúrális beruházást és humán erőforrás fejlesztést végeztek. Erről a Qualcomm Zrt. Vezérigazgatója beszélt a Nyíregyházi Iroda ünnepélyes megnyitóján. 2021 végén, amikor belevágtunk a Nyíregyházi projektünkbe, a növekedési projektünkbe, a fokozódó megrendeléseinknek köszönhetően az állomány létszáma a Qualcommban 67 fő volt. Ma, közel 3 évvel később, körülbelül 215-en vagyunk a mai reggeli állapot szerint a Qualcommban, az Essence-ben pedig összesen 650-en, a nyíregyházi, a budapesti és a új, idén nyitott Miskolci irodánkkal együtt. Nagyon jó érzéssel tölt el minket, hogy társaságunk gazdasági érdekei jól összeilleszthetőek azzal a kormányzati törekvéssel, hogy egy hátrányosabb helyzetű régióban élők munkához jutását támogassa. Vinnai Győző országgyűlési képviselő többek között azt mondta, a térség gazdasági növekedéséhez hozzájárul a Qualcomm Nyíregyházi létszámbővítése is. Jó döntést hoztak a tulajdonosok, a cégvezetők, hogy nálunk fejlesztenek. Szerintem is helyes lépés volt, hogy a kormány két alapon EKD támogatást, tehát beruházási és képzési támogatást is adott, mert így a cégnek is lehetősége van, hogy új lehetőségek nyíljanak meg, ne csak magyar nyelven, hanem angol nyelven is tudjon szolgáltatni. Hiszen a Qualcomm Zrt. A régió meghatározó telemarketing szolgáltatója, és ha jól tudom, akkor Magyarország egyetlen tőzsdén is jegyzett call centeres cégének, az Essence-nek a 100%-os leányvállalata. A Qualcomm irodájának ünnepélyes megnyitóján részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki elmondta, Magyarországon 201 üzleti szolgáltató központ működik, az ágazatban dolgozók száma pedig az elmúlt 5 évben megduplázódott, ami jelenleg 100 000 munkavállalót jelent a szektorban. A mai napon egy olyan bejelentést tehetünk itt, olyan eseményen vehetünk részt, amelynek nyomán a magyar üzleti szolgáltató szektor tovább erősödik, azáltal, hogy a Qualcomm 100 fős bővítést hajtott végre. Így itt a Nyíregyházi Egyetemen már egy jelentős, alapvetően fiatal munkavállalókat felvonultató üzleti szolgáltató központ működése kezdődhetett meg. Ez egy 1 milliárd forintos beruházással létrejött üzleti szolgáltató központ bővítés, amelyhez a kormány 300 millió forintos támogatást biztosít. A beruházási programból részben a dolgozók továbbképzését finanszírozzák majd, többek között az idegen nyelv ismeret fejlesztésével a külföldi ügyfelek számát is növelné a cég. A tárcavezető elmondta, a kormány az elmúlt 10 évben 104 üzleti szolgáltató központ létrehozását, kapacitás bővítését támogatta, ezen vállalatok 55%-a pedig további beruházásokat tervez.
A szélsőséges időjárás okozta villám árvizek korábban súlyos károkat okoztak Balkányban. Most egy közel 200 millió forintos fejlesztés végéhez értek, amellyel megelőzhetik a hasonló árvizeket. A nemrég kiépített csapadékvíz elvezető rendszer a város 80%-ának jelent ezentúl nagyobb biztonságot. A beruházás toppos forrásból valósult meg, és illeszkedik a KEHOP program elvárásaihoz is. 2010-ben sok más szabolcsi településsel együtt Balkányt is sújtotta a hirtelen, nagy mennyiségben lezúduló csapadék. Ez pedig rámutatott a város kritikus hiányosságaira. Hasonló esetben ma már Balkány 80%-a biztonságban lenne, a nemrég kiépített belvízelvezető rendszer két szakaszának köszönhetően. Itt, ahol most állunk, itt 2010-ben és utána is homokzsákoltunk. Itt, ha egy nagy eső esett, a lakásokba, udvarokba, pincékbe ott állt a víz. Ma már ez elképzelhetetlen, mert megépült az új csapadékvíz elvezető. Bonyolította a helyzetet, hogy vasúton keresztül kellett átfúrni. Ez a tervezésnél, illetve a kivitelezésnél komoly gondokat okozott, de megcsináltuk. Megvalósítottuk, itt van, készen van Balkány. Most már nyugodtan, ezen a részen nyugodtan tud csapadékmentesen közlekedni. És nem ez volt az egyetlen beruházás, amely a terület és település fejlesztési operatív program keretében valósult meg Balkányban. Itt Balkányban 5 ilyen területfejlesztési operatív programbeli pályázat létesült. Elsősorban gondolok itt a Bölcsődére, a csapadékvízhálózat képítésére, épületenergetikai korszerűsítésre, identitás pályázatot is megvalósított az önkormányzat Kálló Semjénnel egyetemben. Ez közel 1,3 milliárd forintos fejlesztést jelentett Balkány életében. Bár mind fontos beruházás a városlakók komfortérzetének javítása érdekében, a belvíz elvezetés mégis kulcskérdés volt. Erre az utóbbi években vármegye szerte nagy figyelmet fordítottak az önkormányzatok. Valamikor nagyon sok a csapadék, valamikor nagyon kevés, ebből következik az, hogy azt a csapadékot, ami van, időnként nagyon gyorsan és nagy mennyiségben lehullva, azt meg kell tartanunk, minél inkább a települések határában. Erre szolgál egy nagy program, egy nagy vizes program, 23 milliárd forint értékben elkezdődött ennek a tervezése, és remélhetőleg a közeljövőben a kivitelezése is. Ez egy 23 milliárdos program, az a célozza, hogy a Tiszából a Nyírség vízválasztójára vezessünk vizet, és azokat a korábban meglévő árkokat, vízfolyásokat, víz által járt területeket újra revitalizáljuk és visszaadjuk a víznek, ami a 19. század elején a folyószabályozások előtt jellemezte ezt a vármegyét is. A rendszer nem csak elvezeti a csapadékvizet, de meg is tartja. Ez a módszer pedig fontos lépcső a vidék felzárkóztatása szempontjából. Hasonló célt szolgál például a Magyar Falu program is, amelyet a kormány 2018-ban indított. Azt kellett elérni, hogy ne költözzenek be az emberek a kis településekről, ezért indította a kormány ugye a Magyar Falu programot. Sok olyan fejlesztést megvalósítottunk, amivel élhetőbbé tettük, minőségi életet élhetőbbé tettük ezeket a kis településeket, és emellett a területi operatív programokból pedig a kormányzat olyan programokat indított, ami még egy picit nagyobb településekre, vagy egy nagyobb léptékű fejlesztéseket tett lehetővé. És többek között ez a mai, ma átadott csapadékvízelvezető rendszer is, egy közel 200 millió forintos ilyen beruházás, amivel egyébként a településeken az épített környezetet és a mezőgazdasági környezetet is tudjuk óvni, védeni. És számos olyan top plusz pályázat van, amelyet már elnyert Balkány. Csak külterületi utak felújítására 200 millió forintot nyert a város. Emellett épületek hőszigetelésére, nyílászáró cserére, sportpálya felújításra, új bölcsődei csoportszoba kialakítására és a Szakoly felé vezető kerékpárút megépítésére is lesz forrás. Folytatódott a térségben az országjáró lakossági fórum sorozat. Bökönyben Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár arról beszélt, június 9-e nem csak arról szól, hogy megválasztjuk az európai parlamenti képviselőket, polgármestereket és a megyei közgyűlési tagokat, hanem arról is, hogy meg tudjuk-e őrizni a településeink és országunk biztonságát. Hasonló gondolatokat fogalmazott meg Kövér László Újfehértón. Mint azt a házelnök elmondta, az orosz-ukrán háború szomszédságában
korában különösen fontos a szabadság, és ezzel együtt a biztonság megőrzése. Kis túlzásról még azt is mondhatnám, hogy még talán a rakéták becsapódását is lehetne hallani. Hál' Istennek azért ez még nem ilyen közeli, de napról napra, hogyha figyeljük az európai politikusoknak a felelőtlen nyilatkozatait, akkor bizony érzékelhetjük, hogy ez a veszély ez nem csak időben, hanem földrajzilag is nagyon közel lehet hozzánk, még ennél is közelebb. Tehát ennek a 9. választásnak az a tétje, hogy Európát az európai parlamenti választáson leadott voksainkkal tudjuk-e jó irányba terelni, jó irányba fordítani Európa szekerét. A háború tönkretette a magyar gazdák piacait, ezért új alapokra kell helyezni a hazai agráriumban az élelmiszer előállítást. Erről Jakab István, a MAGOSZ elnöke beszélt a gyulatanyai fajta kísérleti állomáson rendezett repcei és kalászos bemutatón. A tanácskozáson elhangzott, időben érkezett a csapadék a szántóföldekre, így idén kiváló terméshozam lehet. A gazdák abban bíznak, a repce eladási ára is kedvezően alakul. Így virágzott a káposzta repce április második hetében Gyulatanyán. Egyedülálló módon ilyen korán még nem borultak sárgába a szántóföldek. Az idő előtti fejlődés az enyhe, de kellően csapadékos télnek volt köszönhető. Ez pedig már a mostani állapot. A repce már szinte embernagyságú, a növény növekedése tehát folyamatos volt az elmúlt másfél hónapban is. A tapasztalatokat most az országos és nemzetközi repce és kalászos bemutatón osztották meg egymással a szakemberek a gyulatanyai fajta kísérleti állomáson. Augusztinyi András kísérletvezető úgy látja, akár rekordtermés is lehet idén. A repceállomány, a szakemberek, akik megnézik, egyöntetű vélemény szerint, hogy nagyon jó, ilyen embermagasságú, tehát már az ugye eleve ugye sokat mond. Mi változatlanul azt tartjuk, hogy egy olyan 5 tonán felüli repcetermést szeretnénk produkálni. Az ősszel elvetett kalászosok jól teleltek, egészen az elmúlt napokig azonban veszélyben volt fejlődésük a szárazság miatt. Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke úgy fogalmazott, a 24. órában érkezett az eső, ami a tavaszi vetésű növényekre is jótékonyan hatott. Nagyon örülünk neki, hogy most mégis itt május második felében érkezett ez a csapadék. Ez nagyon jót tett egyébként nem csak a kalászosoknak, hanem kukorica, napraforga vagy ezeknek a tavaszi vetésű növényeknek is. Ugyanis lezajlottak a gyomírtózások, szépen kikeltek, és most én úgy gondolom, hogy egy robbanásszerű növekedés fog beindulni. A mezőgazdaság az egyik legfontosabb gazdasági szektora Magyarországnak, több százalékát adja a hazai GDP-nek. Vinnai Győző országgyűlési képviselő szerint épp ezért fontos, hogy a szakmai kihívások megoldásában összefogás legyen a gazdálkodók körében. Nem csak saját magunkat látjuk el, hanem exportálni is tudunk, és nem mindegy, hogy milyen egészséges élelmiszert exportálunk, ez pedig a társadalmi hatás, hogy az emberek egészséges, fogyasztható, jó minőségű élelmiszereket egyenek, és azért tartom fontosnak itt Nyírtelek Gyulatanyán, mert itt van egyfajta kísérleti állomása a Nébiknek, itt a szakemberek összejönnek, agrárpolitikáról beszélnek, gazdaságpolitikáról beszélnek, társadalompolitikáról beszélnek. Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke hangsúlyozta, európai szinten is egyedülálló az az agrártámogatási rendszer, amelyet a kormány biztosít a magyar gazdáknak. Háborús helyzetben vagyunk, és nagyon sok nehezítő tényező befolyásolja a gazdák életét, hogy ezekben a nehéz körülmények között is valóban meglegyenek azok az alapok, meglegyenek azok a lehetőségek, akár a vidékfejlesztési program, akár az agrártámogatásokon keresztül, hogy tudjanak haladni, tudjanak épülni, és tudjanak valóban azzal foglalkozni a gazdák, ami a legfontosabb, a termeléssel. A háború tönkretette Magyarország piacát, így a hazai agráriumnak új rendszert kell felépíteni, hangsúlyozta Jakab István, a MAGOSZ elnöke. Mint mondta, meg kell találni azt az élelmiszer előállítási folyamatot, ami a következő évtizedekre is garantálja az ország önellátását. Új helyzet van, új stratégia kell, és ez a mai nap is pontosan ezt célozza, mert váltanunk kell, új stratégia mentén nyilván az ukrán mezőgazdaság nyomását az hosszú távon fogjuk érezni, ez még igazán most kezdődik. Ha megkezdődnek Ukrajnával az uniós tárgyalások, onnantól kezdve még inkább a nyakunkon fogjuk érezni ezt a terhet. Tehát nekünk újra kell gondolni nagyon sok dolgot, tudás, technológia, eszköz megvan hozzá, az emberek felkészültek, meg kell találni a legjobb megoldásokat.
A repce hozza ma egyébként akár a hektáronkénti 5 tonnát is meghaladhatja a gyulatanyai állomáson. A vármegyei gazdák pedig abban bíznak, az eladási ár is megközelíti a kilogramonkénti 200 forintot a betakarítást követően. A társadalmi felelősségvállalás is az egyik célja annak az együttműködésnek, amelyet csütörtökön tettek hivatalossá a kisvárdai mentőállomáson. Az Országos Mentőszolgálat és a Kisvárdai Szakképzési Centrum megegyezése szerint a diákok gyakorlati feladatként segíthetnek a kisvárdai, záhonyi, fehérgyarmati és csengeri mentőállomások felújításában. A társadalmi felelősségvállalás egyik legszebb példája ez az együttműködés, hangzott el a kisvárdai mentőállomáson tartott rendezvényen. A szakképzés, ami a jövőt biztosítja, együttműködik egy olyan hivatással, ami szintén a lakosság érdekeit szolgálja. Érdekes megállapodást írt alá a mentőállomás, a mentőszolgálat és a szakképzési centrum. Önkéntes munkával a szakképző centrumban dolgozó gyerekek fogják felújítani több település mentőállomását. Azt gondolom, hogy tényleg példaértékű. És ami az érdekes még ebben az egészben, hogy nem csak egy közös együttműködés történt már a mentőállomás és mondjuk Kisvárdaváros között, hiszen ha majd kimennek és kint van egy tábla, egy rekreációs hősök parkja fogja most megépülni itt a mentőállomás területén. Azt gondolom, hogy ahogy szoktuk mondani, így kell ezt csinálni. Ez a megállapodás már a második a régióban. Az elsőt a Máté Szalkai Szakképzési Centrummal kötötte az Országos Mentőszolgálat. A diákok, mint egy gyakorlati feladatként segíthetnek a kisvárdai, záhonyi, fehérgyarmati és csengeri mentőállomások felújításában. A diákoknak mi biztosítjuk a felszerelést, az anyagot, az építőanyagokat, amik számunkra szükségesek, és a tudást és a gyakorlatot azt pedig itt tudják a mentőállomásokon megszerezni, nyilvánvalóan tanárok felügyelete mellett, de mégiscsak egy olyan körülmény között, ami nekünk is egy óriási segítség, és azt gondolom, egy komoly társadalmi felelősségvállalás az ő részükről, és hát nekik is azt gondolom, hogy egy jó gyakorlati helyszín lehet egy-egy mentőállomás. A Kisvárdai Szakképzési Centrumnak van gyakorlata ilyenfajta partnerségben, hiszen korábban már volt felkérés más állam által működtetett intézmény részéről. A diákok amellett, hogy munkájukkal értéket teremtenek, a társadalmi felelősségvállalásban is részt vesznek. Ez nem az a fajta önkéntes munka, amit ők úgy végeznek, ami kell a meghatározott keretek között, hanem ez gyakorlatilag, ahogy idő és energia van rá, ez folyamatosan évről évre tudjuk ezeket a vállalásokat megtenni, és nincsen időbeni, illetve hát anyagi korlátja sem, amennyiben ezt a költségvetésünk engedi. Kisvárda városa és a Segítőkezek Alapítvány felajánlásából az önkéntes munkában részvállaló diákokat mozi egyel ajándékozzák meg, fokozva ezzel a közösségi együttműködés élményét. A Szatmár-Beregi Népművészeti és Kézműves Egyesület alkotóinak munkáit mutatja be az a kiállítás, amely a Baktalóránt házi Degenfeld Kastélymúzeum rendezvénytermében nyílt meg. A tárlaton megismerkedhetünk a fafaragás, hímzés, kovácsolt vas, grafika magával ragadó világával. A kiállítás egy hónapig tekinthető meg. Régmúlt időket megidéző fafaragások, kovácsolt vasalkotások, de beregi keresztemes hímzések is felsorakoztak a Baktalóránt házai Degenfeld Kastélymúzeum rendezvénytermében. A tárlat már látható volt Nyíregyházán, Vásárosnaményban és Vaján is. Kézművek ez a kiállításnak a címe, és hát ez nagyon sok mindent elárul. Ugye itt fafaragásokról beszélünk, és ugye a fából készült alkotások azért több értelemmel is bírnak, hiszen egyrészt a fa is egy múltból hordozott üzenetet visz magával, és ahogy az alkotó elkezdi használni, elkezdi lefaragni róla úgymond a felesleget, akkor még plusz tartalommal töltődik meg, és ez egy ilyen dupla örökséget képez, amelyben egyszerre jelenik meg a természetből fakadó erő, és megjelenik benne az az ősi, paraszti tudás, amellyel a fát megmunkálták, és amelynek az eredményeképpen ilyen csodás alkotások jöttek létre, amelyet itt is megcsodáltunk Baktalóránt házán.
A keresztemes hímzések közül talán a legismertebb a beregi keresztemes hímzés, mely 2022. január 22-én bővítette a hungarikumok gyűjteményét is. A beregi tájegység jellegzetes hímzési technikája páratlanul gazdag motivumkincset őriznek. Az egyesület tagjai közül a legtöbben foglalkoznak hímzéssel, de a tárlaton megismerkedhetünk a fafaragás művészetével is. Főleg vésővel szoktam kiválni az ilyen vájtedényeket, illetve amiket ott lát, különböző technikával Barátsanyi barátomtól tanultam, főleg körülbelül olyan 6-7 éve kezdtem el faragni. Előtte operaénekes voltam, 25 évig voltam az operáznak az énekese. Lekerültünk ide a páromnak a szülőfalujában, nem ide, hanem Berekdarócra, és hát ott valahogy kiteljesedtem. Elkezdtem verseket is írni most már. Több mint 100 darab verset írtam. Úgyhogy ez az, ami kitölti az életemet. A rendezvényen Vásáros Namény polgármestere is köszöntőt mondott, hiszen a városban működik a Szatmár Beregi Népművészeti és Kézműves Egyesület. Filip Sándor kiemelte, hogy a tárlaton érezni lehet a tisztelet és a szülőföld szeretetét. Elismerését fejezte ki az alkotók iránt, valamint hozzátette, hogy a sok érték mellett ki kell emelni azokat, amiket az emberi szív és kéz alkotott. A kiállítás egy hónapig tekinthető meg, utána különböző művészeti tárlatokkal, festményekkel, fotókkal és egyéb alkotásokkal várják az érdeklődőket a Degenfeld Kastély Múzeumban. Szerződést hosszabbított a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks csapatával Végső Bálint. A 21 éves játékos az előző idényben egy kivételével a Kék Cápák valamennyi meccsén játszott, és átlagban 30 percet töltött a pályán. Sikeres szezont futottunk, személy szerint én is szerintem. Mentálisan készültem rá a felkészülés alatt is, úgyhogy mindent megtettem, kihasználtam a lehetőséget, hogy ennyi játékpercet kaptam, és próbáltam vele élni. Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy megpróbálni ugyanúgy percet kiharcolni magamnak, amennyi idén is volt, akár kevesebb, de akkor is, amikor a pályán vagyok, mindig a maximumot fogom nyújtani. Kozár Mislenyben búcsúzik az MB2-től a Nyíregyháza Spartakusz, Timár Krisztián bajnok csapata szombaton lép pályára az 5. helyezett otthonában. A forduló további párosítása a következő: Pécs-Szeged, Kazincbarcika, Budafok, Gyirmót, Szombathely, BVSC, Zugló, Budapest Honvéd, Csákvár, Tiszakécske, Moson-Magyaróvár, Siófok, Vasas, Soroksár és Ajka, Győr. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Magyarország mára az üzleti szolgáltatási szektor zászlós hajójává vált Közép-Európában. Az ágazatban dolgozók száma ugyanis 5 év alatt a duplájára nőtt és átlépte a 100 000-et. Ezt mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Qualcomm ZRT Nyíregyházi irodájának megnyitóján. Az 1 milliárdos miskolci és nyíregyházi fejlesztéshez a kormány 300 millió forintos támogatást nyújtott. Balkán 80%-át mentesíti a belvíztől a nemrég kiépített csapadékvíz elvezető rendszer. A szélsőséges időjárás okozta villám árvizek korábban súlyos károkat okoztak a településen. Ezt most egy közel 200 millió forintos fejlesztéssel tudták orvosolni. A szükséges forrást a terület és település fejlesztési operatív program biztosította, a kivitelezés pedig illeszkedik a környezeti és energiahatékonysági operatív programhoz is. Még éppen időben jött az eső a szántóföldekre, ennek köszönhetően akár rekordtermés is lehet idén repcéből és más kalászosokból. Többek között ez hangzott el a gyulatanyai fajta kísérleti állomáson rendezett országos kalászos bemutatón és tanácskozáson. Jakab István, a Magosz elnöke az eseményen arról beszélt, a gazdák még mindig nem lábaltak ki a háború okozta problémákból, ezért a magyar élelmiszer előállítást is új alapokra kell helyezni. Május 24-én pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton heti hírösszefoglalóval, hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel jelentkezünk majd. Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, viszontlátásra!
Szombaton sok napsütés várható a fátyol és képződő gomoly felhők mellett, szorványosan zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is valószínű. A délkeleti-keleti szél több helyen megélénkül. A délutáni órákban 25-27 fokot mérhetünk. Vasárnap is sokat süt majd a nap, szorványosan kialakulhat zápor, zivatar, napközben 25-27 fokig melegszik fel a levegő.